Németnyiba Sándor meséje, az erdő titkai. A királykúti tanyán néhány fokkal hűvösebb a hajnal, mint Kenyeriben. Odonics bácsi megérkezett, s felébresztette a gyerekeket, a lavorba gyors mosakodásra késztette őket. Irén mama, Sanyi papa már mindent elpakolt a hátizsákjukban, amire szükségük lehet. Gyalog indultak Nyilas és a Hegy nevű erdőbe. Nagy tisztásokon és ösvényeken haladtak, megfeledkeztek a városi életről, különféle madárhangok kíséretében délutánra megérkeztek az egymás mellett fekvő erdőkben. Sanyi papa sokat járt fát vágni a környékre, jól ismert minden zegzugot. Pontosan tudta, hogy melyik részen tanyáznak a borzok, a rókák, ezen a területen néha nyestet, és menyétet is meg lehetett pillantani, akik nagyon szeretik a házi szárnyasokat. Amikor beértek az erdő közepére, úttalan utakon haladtak, egyre nagyobb volt a károgás és a víjogás. A környéken fészkelnek a héják, szarkák és a varjak. Más néven szürke és fekete kányák. Irén mama elmesélte, hogy ha egy varjú felismer valakit, azt még a tojásból kikelő pici varjúk is be tudják azonosítani, felismerik, akiket a szülők valaha láttak. Nagyon jól bevésik a memóriájukba, kitől kell félni, s kikhez lehet közel férkőzni. Arra lett figyelmes Kristóf és Tibike, hogy egy szarkapár megtámadott egy félreeső fán levő varjúfészket, s a kicsiket el akarták hurcolni. De a varjú mama és papa keményen közbeléptek, de már két fióka megsérült. Sanyi papa nem vállalkozott, hogy felmásszon a fára súlya miatt, így Maxit kérte meg, hogy a nyílegyenes fára felmenjen, s a két sérült kis csőröst hozza le a hátizsákjába. Sikeresen felért, egy-két akácfa tüskeszúrást elszenvedett, a varjúszülők nem örültek, hogy elviszik a kisfiókáikat. Néhány szárnycsapásnyira megközelítették Maxit, ami egy kicsit ijesztő volt, Sanyi papa egy nagyot kiáltott, és odébb álltak a varjuk. Irén mama halkan mondta, hogy néhány nap múlva visszahozzuk a fészekbe. A hadak útját is megjárt hátizsákba berakta a két kis varjút. Majdnem, hogy nehezebb volt a lefele menetel, mivel hosszú időn keresztül kellett magát tartani a magas ágakon. Az erdei tisztás felől egy vércse közeledett, de a varjuk sorfalat álltak, nem engedték közel. Elindultak hazafelé, a Lánka folyópartján haladtak, mikor megpillantották a vörös hátú szüleit és két testvérét. A papa egyből felismerte a feje búbján lévő nagy fehér foltot. Az anyukájának a füle rojtos volt. A gyermek zsivajra a medertől nem messze lévő rókajukba menekültek. Mira cserfesen így szólt. Hozzuk vissza a szüleikhez a vörös hátút. Maxi is könyörgőre fogta a szavait,
és a mama bólintott. Siettek haza, a kertek alól közelítették meg a házat, a kerítés tövében somfordált egy menyét. Szagukat érezve pillanatok alatt eltűnt a szemük elől. Bementek a házba és a ketrezbe, nem találták a rókát. Akkor vették észre, amikor keresték az asztalon a sonkát, de már a hasában dagadt. Felfalt mindent. Papa megfogta, egy zsomporba tette, letakarta átlátszó ruhába. Irén mama kitakarította a ketrecet, és friss szalmát tett a kicsi varjuknak a ketrecbe. Lefertőtlenítette a sebeket, és berakta őket. Papa Mira kezébe adta a vörös hátút, aki már számtalanszor kiszökött a ketrecből. Mira simogatta, sajnálgatta, aztán Maxi is kézbe vette, majd Kristóf és Tibike is dédelgették a kis ravaszdit. Még nap nyugta előtt kértek a folyó medréhez, a tölgyfa lombjai alatt lévő rókajukhoz. A vörös nagy szimatolásba kezdett, megérezte szülei, testvérei szagát. Egy domb mögül figyelték, ahogy a rókajuk bejáratánál birkózva játszadoznak. Útközben a gyerekek megbeszélték, csak akkor hagyják ott a vöröst, ha felismerik egymást, és ha ott szeretne maradni. Annyi simogatást kapott útközben, hogy majdnem elaludt. Váratlanul kiugrott Mira öléből, és odaszaladt a családjához. Örömvonyítástól lett hangos a környék, a pajkos vörös hátú csintalan játékossággal ugrált. Kergetőztek, megfeledkeztek a vörös testvérek. Cinkos játék közben a vörös hátú ravaszdén néha megállt, rám tekintett, majd tovább játszott, újra visszanézett, és beszaladtak a rókajukba. Búslakodva elindultak haza a gyerekek, hogy még sötétedés előtt megérkezzenek, Sanyi papa karbatett kézzel várta őket. Mindegyik gyereknek könnyes volt a szeme. Irén mama odalépett hozzájuk, elmesélt néhány hasonló történetet, megnyugtatta a gyerekeket, hogy a róka család a mai napon a legboldogabb. Újra találkoztak a testvérek és a szülők. Siettek a beteg kis varjukhoz, hogy ápolhassák őket. Kémerülten ágyba dőltek, de furcsa hangok hallatszanak az udvar felől. Kíváncsi vagy a hangok eredetére? A következő mesében megtudhatod.